Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy égi üzenet a Bibliából. Nem csak ez az üzenet van számotokra, hanem küldök képes lapokat. Ez úgy működik, ha becsukom a szememet, látok magam előtt egy képet. Ez a kép nem mozog, tényleg olyan, mint egy képes lap. A mai napon három képet kaptam, tehát küldök most három képes lap üzenetet. Az első képen volt egy kút és egy férfi. A férfi mellett egy vödör víz. Ez a férfi a kútba tekintett, a mélybe. Én ezt úgy értelmeztem, hogy ez a férfi keres valamit. De ott van a megoldás mellette, de nem veszi észre ezt a teli, vízzel teli vödröt. A második képen voltak az utak. Egy balra irányított út és egy jobbra. Az utak előtt ott volt egy nő. Az arcát nem láttam, hanem azt, hogy ez a hölgy választás előtt van. Elgondolkozik azon, hogyan tovább, balra vagy jobbra. Lehet, hogy ez hölgyeknek, illetve nekünk nőknek most egy fontos üzenet. A harmadik képen volt egy fehér galamb és egy felhő. A felhő úgy félig eltakarta a galambot. Én ezt úgy értelmeztem, hogy valami még átláthatatlan, de már érezhető a fehér galamb szimbolikus hatása, tehát a béke. Hogy értelmezed te a képeket? Leírhatod a kommentárba. És most kinyitom a Bibliát, és kíváncsi vagyok az aktuális üzenetre. Számodra most fontos a biztonság érzete, és jelenleg nagyon visszahúzódó vagy. Ne add fel a céljaidat, légy így visszahúzódó, várj egy kicsit, hamarosan lesz egy új kezdet. A környezetedben lesznek változások. Volt a múltban valaki, aki megbántott téged, de ez most véget ér. Van valaki az életedben, aki nagyon szeret téged, és hamarosan látni fogod. Szép napok várnak rád, lesz valami örömteljes. És ez volt a channeling a Bibliából. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!